tőr itt vagy. Éltél, hogy meglegyen a holnap. Vágtál, mert szenvedély az élet. Koldulsz, hogy legyen még egy éved. Költészetnapja alkalmából Kállói Molnár Péter színész és Parkasi Zsák hegedűművész látogatott el városunkba. A Komáromi Kulturális Kft. Szervezésében létrejött zenés estre a Kis Éhi Zene címet viselő kortárs és klasszikus elemeket tartalmazó előadással készültek a művészek. Az elhangzó művek lesz itt József Attila, Adi, Utasi József, és hát nyilván a saját szerzeményeimből is majd előkerülnek dolgok. Igyekszünk balanszírozni a szórakoztatás és a mondani való pici kis ösvényén, hogy szórakoztató legyen az este, tehát ne legyen az, hogy aki esetleg a vidámabb oldalunkat kedveli az Izsákkal, hogy az csalódik, de nagyon szeretnénk, és erre tudatosan szoktunk figyelni is, hogy tartalom és mondani való is legyen az estében. Következzék a plázálom! Izsákám, nyúzd a húrokat! Rohan a gyerek, a bátyja viszi oda. Rohan az anya, mert elmarad a csuda. Rohan a mami, mert mi marad, ha csiga. Rohan a pulia és a kis unoka. Apuka rohan a válló félből. Pokoli sorok, de mennyei a csoda. Kinyit a kapu, a pláza csupa mosoly. Kinyit a cinema, blödli meg a komoly. A produkció felépítésének egyik alappillére, hogy a mély hangvételű versek és dalok után hirtelen váltással kortárs, viccesebb művek következnek. Ezzel is képviselik a művészet több stílusát. A Magyar Költészet napját József Attila költőnk születésének fordulóján ünnepeljük. A méltán híres költő sorai többször elhangzottak az est folyamán. József Attilához szerintem nem is nagyon kell történet, mert minden sora olyan, mintha az ember gondolatait valaki gyönyörűen megfogalmazná. Szóval én még őszinte ember voltam. Hát lehet ennél jobban megfogalmazni és plasztikusabban a gyermeket? Szerintem nem. És ő bármit írt, az mindig betalál a mai ember számára is, úgyhogy ráadásul időtlen is, úgyhogy József Attila nélkül lehet élni, csak nem érdemes. Karóval jöttél, nem virággal, feleseltél a más világgal, aranyat ígértél nagy zsákkal, anyádnak, és most itt csücsülsz. Mint fák tövén a borot gomba, így van rád, akinek van gondja. Nem csak a hangulatok gyors váltakozása tette különlegessé a duó előadását, hanem Farkasi Zsák játéka is. Aki bár törött újjal lépett színpadra, színvonalas és formabontó zenei élménnyel gazdagította a komáromiakat. Számomra a zene az mindig egy játszótér, úgyhogy míg mások ugye matchboxszal vagy Barbie babával játszanak, én a hangszerekkel és a hangszerek által, meg a lehetőségek által adott technikákkal, fejlesztésekkel. És nyilván, hogyha vannak ilyen új dolgok, akár mondjuk egy elektromos hegedű, akár egy looper pedál, amivel ugye élőben tudjuk magunkat rögzíteni, és újabb-újabb szólamokat tudunk ráépíteni, ezek nekem játékszerek, és hát nyilván szeretek játszani, ezért ezeket a játékszereket használom, kipróbálom. Ugyanúgy, ahogy játszom a különböző stílusokkal. A Kis Éhi Zene című előadóás során többek között méltán híres klasszikus magyar költők verseivel, Kállói Molnár Péter kortárs szerelmi költészetével és Farkasi Zsák különleges elektromos hegedű játékával is találkozhatott a komáromi közönség. Bolond hangszer, sírnyerítés bú, fusson, akinek nincs bora, ez a fekete.
fekete zongora, ez a fekete zongora.